Áldjon Isten kegyelmetök! Eljött a farsang ideje, s vele együtt a maskaráké és a finom fánké. Most megtudhassák, hogy hogyan is készül a szalagos fánk, és hogy mit ül is szalagos. A szalagos fánk elnevezés napjainkban nagyon széles körben terjed, ebben nyilván a média is segíthet, de én Kövi Pál könyvében, az erdélyi lakomáról szóló könyvben olvastam egy 1980-as kiadásban. Tehát a fánkot alapvetően fánként, pampuskaként, pánkóként sokféle néven nevezték meg, és maga a név ez a 16. században már forrásokban, levéltári forrásokban megjelent. Elsősorban farsangétel, de a téli időszakban például új évre is lehetett készíteni, és általában ünnepi vendégfogadáshoz is lehetett fánkot készíteni. A nagybőjt kezdete, ez ugye hamvazó szerda, és ilyenkor a megmaradt fánkot fölfűzték madzagra, fölvitték a padlásra, és nagypéntekig ott tartották, nem ették meg utána, de hogy biztosan ne nyúljanak hozzá, tehát megóvják magukat attól, hogy megsértsék a bőjtnek az előírását. Amikor megsül, akkor először a fejjel lefelé és fedő alatt történik a sütése, körülbelül 3 perc ez az időtartam, és a forgatás és az első fedél alatt sütés eredménye maga a szalag. Ez a világos csík tulajdonképpen, ami a fánkon körbefut. Mink miután összekevertük a lisztet, a cukrot, a vaníliás cukrot, egy másik kulimájszal, amiben beledettünk tojássárgáját, egy kis rumot, élesztőt, a megtejet, elkezdjük dagasztani a tésztánkat, ez viszont már egész embert kíván, nem maskarásat, úgyhogy egy kicsit elkezdjük komolyan venni ezt a dolgot, mert hét bizony a dagasztást, ez nem lehet elbóckodni. Miután ilyen szépre formáztuk a tésztát, és meg is dagasztottuk, eltesszük egy órára keleszteni, lefedjük egy száraz rongyal, meg egy nedvessel is, hogy ne száradjon ki, és mindezt egy olyan helyiségben csináljuk, ami legalább 24 fokos. Lássuk, hogyan kelt meg a tésztánk. Ha, ez gyönyörűséges lett, kérem szépen, hogy ezt most kiborítjuk, és utána egyszer átgyúrjuk, utána még lehet hagyni keleszteni, bár ezt most már nem kell tovább kelni hagyni, csak majd miután kinyújtottuk és kiszaggattuk. Ez jön most. Amíg szaggatunk, addig ismerkedjünk meg a klasszikus fánkok után a modern új hullámos fánkokkal. Ha keressük magát a gyökereket, akkor azt elmondhatjuk, hogy ez is egy keresztett típusú fánk. Annyiban különbözik egyrészt a formájában, ez ugye látszik. Ugyanúgy szalagos típusú fánknak nevezhető a miénk, de maga a tészta egy kicsit erőteljesebb. Mostani időszakban ugye inkább most a testesebb, csokoládé és vaníliás ízek, színesebb feltétek, hiszen farsang van, közeledvén Valentin napra egy picit elmentünk, a forma világában is kalandoztunk, és szívalakú fánkokkal készültünk. Tehát a feltétek, a színek azért kellenek, mert hogy néz neki egy csupa csokis pult, ami egyébként nagyon finom, de kell azért játszani a színekkel. És ha megint 20 percet pihentek és keltek még a kis tésztáink, akkor nagyjából készen vannak. Kiukasztjuk középen, hogy legyen a lekvárnak hely. És utána, hogyha ezzel megvagyunk, akkor a 160-165 fokosra felmelegített olajba zúgj be, és viszonylag rövid idő alatt, 2 perc alatt meg is ülnek. Hol szalagos, hol teli, de kész a fánkunk, úgyhogy egy kis házi lekvárral és porcukorral ízesítjük, ez kötelező rá, és már lehetjük is. Nem hiába sok a kedvences.